Jó napot kívánok! Szalai Viktor vagyok. Tartsanak velem a Judeai sivatagban levő Prat folyóhoz. A Prat folyó 29 km hosszan folyik a Júdeai sivatagban, Jeruzsálemtől Jerikóig. A folyóban egész évben található víz, ami gazdag növény és állatvilágot eredményez, és egy sivatagi oázist alakít ki. A folyó felső szakasza izraeli, az alsó szakasza palesztin részen folyik át. Az izraeli részen természetvédelmi terület és kiránduló utak találhatóak. Két kolostor is található itt, a Farán és a Szent György kolostor. A Farán az orosz egyház, a Szent György kolostor pedig a görög egyház kezelésében van. A Farán kolostor a legelső kolostor a júdeai sivatagban, amit Szent Haritun 330 körül alapított. A kolostor egy lavra, ami a remete és a közösségi szerzetesi életmódot ötvözi. Ami azt jelenti, hogy a szerzetesek a hétköznapokat külön elvonulva remeteként élik, és csak a hétvégén találkoznak közös étkezésekre és imákra. A völgy még egy érdekessége, a 2000 évvel ezelőtt Nagy Heródes által épített vízvezeték, aminek egy része a mai napig látható. Ez a vízvezeték juttatott vizet a Kiprosz nevű, a folyó végénél levő várába. Köszönöm, hogy velem tartottak. A viszontlátásra!